úszótábor. A tanítási szünetben fokozott erővel készültek az ifjú úszók. Tudományos hét. Gazdasági informatikával is foglalkoznak a Dunaújvárosi Egyetem tudományos hetén. Krízis. Novembertől hivatalosan is megkezdődött a hajléktalan ellátás úgynevezett téli krízis időszaka. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Az őszi szünetben úszótábort szervezett a Dunaferese. Az alsós gyermekek számára a tanév közben megszokott napi egy edzés helyett két alkalommal is gyakorolhattak az ifjú úszók. Ez lehetőséget ad az új úszásnemek tanítására, vagy a speciális technikai elemek csiszolására. Ahogy minden edzés előtt, gimnasztikai bemelegítéssel készülnek a dunaferesei fiú úszói. Ezúttal azonban már az aznapi második edzésükre készülnek a tanulók, akik az őszi szünetben edzőtáborban vettek részt, amely lehetőséget adott a fejlődésre a fiatal úszóknak. Több időnk van rá, meg még a technikákat is tudjuk javítgatni. Sokkal többen vagyunk, mint iskola után, mert iskola után nem mindenkinek van ugyanakkor az edzés, és meg hát itt sokkal több mindent tudok tanulni, mert egy nap kettő edzés van. Többen vagyunk, itt többet szoktunk úszni, meg más dolgokat is szoktunk tanulni. Az egyik újdonság a pillangóúszás volt a Dunaferese versenyzőinek. Egyikük be is mutatta, mit kell tudnunk erről. Hát, hogy így a karodat így kell összerakni. A Dunaferese úszószakosztályának vezetője, Bene Vera elmondta, minden iskolai szünetben tábort szerveznek, amelynek célja az úszók technikájának fejlesztése. Ilyenkor, mint mondtam, több idő jut mindenre, és igyekszünk kihasználni az edzéseket, egy picit hosszabb edzéseket tartunk, és nem azért, hogy több métert ússzunk, hanem pontosan a technikai elemeknek a gyakorlása, a még pontosabb végrehajtása a cél, és jut idő a pillangóúszásnak a csiszolására is. Egyébként ennek nagyon szoktak örülni a gyerekek, mert amikor a pillangót megtanulják, akkor áll elő az a helyzet, hogy minden négy úszásnemnek az alaptechnikáját ismerik. Az őszi háromnapos táborban az alsós diákok, a 7 és 11 év közötti úszók vettek részt, mintegy 80 fős létszámmal. Siréna próba. Minden hónap első hétfőjén tesztelik Siréna próbával a szakemberek a monitoring és lakossági riasztó rendszert. Eszerint Dunaújvárosban november 7-én hétfőn 11 órakor szólal meg a csökkentett üzemű morgató próba. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a próba során rövid ideig 6 másodperces időtartamban mély tónusú hangjelzést hallhatnak a városlakók. A Siréna próbája előtt, illetve után elmondják, hogy a rendszer próbája történik, ezért a jelzéssel kapcsolatban a lakosságnak ezúttal sincsen teendője. Nehézségek. Csak nem 5000 tonna kalászos vár felvásárlásra az egyik helyi mezőgazdasági vállalatnál. A nyári betakarítás óta problémát okoz az őszi búza, valamint az árpa értékesítése. Nincsen kereslet ezekre a terményekre. Emiatt a raktárépületek teljes kihasználtsággal működnek. Ebből adódóan problémát jelent a kukorica betakarítása is, ugyanis a takarmány növényt nem tudják hol tárolni. Jelenleg is mintegy 600 tonna várakozik a szárító előtt arra, hogy raktárba kerülhessen. Ennek nagy része viszont tető alatt sincsen, így eső esetén tovább növekszik a nedvesség tartalma, aminek optimalizálása később további költségeket jelent majd. Bizony a kereset az nem nagy volt se az árpára, se a búzára, úgyhogy a magtáraink jelenleg is elég komolyan tele vannak még a nyári betakarítású növényekkel. Itt van még körülbelül 3000 tonna búza, 2000 tonna árpa, ami értékesítésre vár. Kényszerből most a szomszédgazdaságba sikerült szerezni egy tárolót, és oda szállítunk át búzát, azért, hogy a kukoricát valamilyen formában el tudjuk azért helyezni, hisz abból is még nagyon sokat fel is vásároltunk, meg a saját termésünk is kint van tehát. Tehát ez komoly gondot jelent még a közeljövőben. Gazdasági informatika. Ezzel a témával is foglalkoznak a Dunaújvárosi Egyetem tudományos hetén. Az immár hagyományos programsorozatot jövő héten november 7-e és 12-e között tartják az intézményben. Thank you.
A gazdasági informatika konferenciáról beszél Honfivid. A Dunaújvárosi Egyetem szoftverfejlesztési és alkalmazási tanszék vezetője kiemelte. A rendezvénynek fontos szerepe van az intézmény tudományos programsorozatában. Mindamellett, hogy találkozási lehetőséget biztosítunk a szakma képviselőinek, az idősebb és fiatalabb generációnak, az ipari szereplőknek és az akadémiai szektor szereplőinek, én abban bízom, hogy ez a rendezvény, ez a konferencia segít meggyőzni a jelenlegi diákságot arról, hogy érdemes a Dunaújvárosi Egyetemre jelentkezni az informatikai intézetbe és informatikai szakon tovább tanulni, mert higgyék el, hogy a Dunaújvárosi Alma Materből indulva is elérhető a világ. Azt szeretük volna jelezni, hogy idén is lesz tudományos hetünk, és idén még színesebb lesz, talán mint az eddigiekben volt. Újdonság a Tudomány hetével kapcsolatban, hogy az egyetem vezetősége idén mindent megtett azért, hogy a külföldi hallgatókat is bevonják a programba. A nemzetközivé válásunk az azt is jelenti, hogy ezekbe a programjainkba, nagy részébe a külföldi hallgatóinkat is már be tudjuk vonni. Tehát szalonképesek vagyunk az angol nyelvű programok szervezésében is, és az angol nyelvű oktatásban egyaránt. A Tudomány hete programsorozatot november 7 és 12 között tartják a Dunaújvárosi Egyetemen. A rendezvényen számos konferencia, verseny és előadás várja az intézmény hallgatóit. Lesz többek között Lego robotépítés, zöld nap, tudományok éjszakája, valamint pályaválasztási nap is. Elindult november 1-től hivatalosan is megkezdődött a hajléktalan ellátás úgynevezett téli krízis időszaka, így a Dunaújvárosi Hajléktalan Ellátó Centrumban is. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és egy térítés köteles átmeneti szálló, ezekre van lehetősége a fedél nélkülieknek a Kandó Kálmán téri intézményben. Egy épület a Kandó Kálmán téren, amely sokaknak jelent menedéket a hideg téli hónapokban. A felvételeken látható intézmény városunk hajléktalan ellátó centruma. Ez az a hely, amely egész éven át várja a fedél nélkülieket, biztosítva a mindennapi élethez szükséges feltételeket. Lehetőség van a mosásra, tisztálkodásra, ételmelegítésre, ruhapótlásra, postacímet meg lehet adni, csomagmegőrzés, szociális ügyintézés, mentális foglalkozás ügyintézés. Az útkeresés segítőszolgálat vezetője, Kisné Fekete Éva elmondta, az elmúlt évben is intézményük teljes kihasználtsággal működött. Úgy véli, ez idén sem lesz másként, és az ellátó intézmények felkészültek a krízis időszakra. A rendkívüli időjárás mindig azért az egy kicsit nagyobb nyomás ezeken a szolgáltatásukon. Én a rendkívüli időjárásra egy ilyen rendkívül nagymértékű hóesésre gondolok, illetve egy tartósan mínusz 10 fok alatti időszakra, akkor már nem lehet az utcán tartózkodni. Tehát akkor viszont mindenkinek jönni kell, de az ellátások szerintem erre felkészültek. Tehát mindenkit tudnak fogadni. Hozzátette, az úgynevezett téli krízis időszak hivatalosan november 1-től egészen március végéig tart majd. Hétfőn hajnalban és reggel még többfelé valószínű eső, majd átmenetileg csökken a felhőzet. Délután újabb esőt adó felhők érkeznek, szorványosan eshet újabb csapadék. Az ország északkeleti felén 7-10, délen 11-16 fok várható. Következnek főpíreink még egyszer, röviden. Úszótábor. A tanítási szünetben fokozott erővel készültek az ifjú úszók. Tudományos hét. Gazdasági informatikával is foglalkoznak a Dunaújvárosi Egyetem tudományos hetén. Krízis. Novembertől hivatalosan is megkezdődött a hajléktalan ellátás úgynevezett téli krízis időszaka. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!